tisztelt megjelentek, kedves emlékezők! Dabasváros önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket mai szoboravató ünnepségünkön, ahol városunk legújabb köztéri szobrát fogjuk leleplezni. Tisztelettel köszöntöm a néhai dr. Gábor Ferenc leányait, családtagjait, köszöntöm Kőszegi Zoltán polgármester urat és a képviselőtestület jelenlévő tagjait. Köszöntöm a mellszobor alkotóját, Gábor Emese szobrászművészt. Elsőként kérem hallgassák meg Faragó Ádám színész tanuló előadásában Reményik Sándor Akarom című versét, mely a hivatástudatról egy szép vallomás Faragó Ádám előadásában. Reményik Sándor, akarom. Akarom. Fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla. Lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely kihordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. S az emberek, mikor a mező járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig símogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. A fáradt pillákon legyek az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, s nem kérdezi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a néma föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Sok lélek alatt legyek tutaj. Egyszerű, durván összerótladik, mit tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenig sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Gábor doktor úr egész életében kiemelkedő szerepe volt a hivatásának, amelyet az állatok és az állattartók érdekében áldozatkészen, fáradhatatlanul végzett. Mindezért a dabasiak és környékbeliek körében különleges köztiszteletnek örvendett. Most pedig felkérem Kőszegi Zoltán polgármester urat, köszöntse a jelenlévőket. Kedves Dia, kedves Niki, kedves családtagok, Gábor Ferenc, nagyon kedves ismerősei, barátai, pályatársai, tisztelői. Mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a város egész közössége nevében. Egy esztendővel ezelőtt, amikor búcsút kellett mondanunk, el kellett köszönnünk Gábor Ferenc barátunktól, az apától, a hivatás tudattal megáldott állatorvostól, pályatárstól, az embertől, a temetőben akkor is nagyon sokan voltunk. És egy év után is sokan vagyunk. Ez azt igazolja, azt bizonyítja, hogy nem felejtettük el Gábor Ferencet, Ferit. Ugyanúgy tiszteletben tartjuk, ugyanúgy megőriztük az emlékezetünkben, szeretettel gondolunk rá, és méltónak tartjuk egy esztendő után is arra, hogy mi rokonai, barátai, ismerősei összejöjjünk, és ráemlékezzünk. És nem véletlen, hogy emlékezünk rá, hiszen egy fantasztikus embert ismerhettünk meg benne, és bármilyen élethelyzetben is találkoztunk, vagy dolgoztunk vele együtt, soha nem csalódtunk, mert egy hivatástudattal megáldott, tisztességes embert és teremtett világot tisztelő és szerető társat, barátot, családtagot ismerhettünk meg benne. A sors megadta, hogy a város önkormányzatában
hosszú időn keresztül, több éven keresztül dolgozhattunk együtt azért, hogy az itt élő városi közösség mindennapjait felvirágoztassuk, hogy jobb életkörülményeket teremtsünk, hogy egy élhető, megtartó erővel bíró várost építsünk közösen. És ezen belül, mivel egy vidéki kisváros vagyunk, Ferinek az önkormányzati munkája mellett a hivatását is gyakorolni kellett, és ezt szívesen és örömmel vállalta, egy percre sem adta fel. Az állatok gyógyítását, az állattartással foglalkozó emberek segítését, támogatását. És emellett mindig fontosnak tartotta az igazi, őszinte, tiszta emberi kapcsolatoknak az építését, fenntartását. Ahogy a búcsúztatón elmondtuk, nem fogjuk elfelejteni édesapátokat. Sőt, nem csak, hogy mi nem fogjuk elfelejteni, hanem mindent megteszünk annak érdekében, hogy akik ismerték, akik tisztelték, és személyesen kapcsolatban lehettek vele, amíg csak élünk, addig legyen minél több dolog, ami segít nekünk őt felidézni, segít nekünk abban, hogy rágondoljunk. És még ezen túl is van célunk, azt szeretnénk, hogy az a fiatal generáció, vagy a még meg nem született generáció is ismerje meg Gábor Ferencet. Hogy akarja megismerni Gábor Ferencet, azt az embert, aki minden szempontból példamutató és követendő volt. És ezért határoztuk el nem sokkal a szomorú távozása után, hogy egy emléket állítunk neki, és azt hiszem, hogy a legjobb hely itt a Vásártéren, Felsődabason, ezen a helyen felállítani Gábor Ferenc mellszobrát, mert itt minden hónapban nagyon-nagyon sokan megfordulnak, most még azok, akik ismerték és találkozhattak vele, és a következő években, évtizedekben majd azok is, akik már személyesen nem ismerhették, de remélhetőleg kedvet kapnak ahhoz, vagy ihletet kapnak ahhoz, hogy utána járjanak, hogy ki is volt Gábor Ferenc, és miért vált méltóvá arra, hogy a város közössége szobrot állítson neki. Amikor a helyét kerestük a szobornak, akkor végül is ezt találtuk meg, mert itt ez az egyik főbejárat, és itt sokan fognak majd megérkezni és innen eltávozni, és remélhetőleg sokan fognak rá emlékezni, és sokan fognak róla beszélni. És majd amikor leleplezzük a szobrot, akkor látni fogjátok, hogy a szobor az gyakorlatilag a tekintetével így az egész vásárteret befogja, és ezáltal a város egy jelentős részére is rátekint, de a szemének a jobb sarkából egészen alsó Némedig néz. Ugye a Feri Némedin született, Némediről került ide, és itt szolgálta a mi közösségünket, de nem csak a miénket, hanem a térség egészét is szolgálta. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy Feri példája, Feri értékrendje legyen számunkra mindig mérce, legyen számunkra mindig irányadó, és legyünk képesek mindig a békesség teremtésre, bármilyen nézetkülönbség is legyen közöttünk, akár barátságokban, munkai közösségeinkben, családjainkban, településünkön vagy a régióban, és ezt sugározzuk ki másokra is. Ezekben a napokban, hetekben, években erre óriási szükség van. Ferinek a békességes, mosolygós, kedves, barátságos jelleme az valahogy ölcsön testet bennünk is, és vigyük tovább ezt a lelkületet, ezt a lelkiséget, és legyünk zászlóvivői, vagy zászlós hajói a békességteremtésnek, a barátságnak, az őszinte, tisztességes, tiszteletteljes szolgálatnak. Adja jó Isten, hogy így legyen, és mindannyian, akik most mi itt vagyunk, és emlékezhetünk rá, mindannyiunk családját, szeretteit is áldja meg a jó Isten, és találkozzunk majd még sokszor, akár Gábor Ferire emlékezvén, akár itt a vásárban, vagy bármely más közösségi alkalmon. Isten áldja mindannyiukat, jó egészséget, és jó barátságot kívánok mindannyiuknak. Tisztelt megjelentek!
A szobor ünnepélyes leleplezése előtt engedjék meg, hogy röviden felidézzem dr. Gábor Ferenc Pro Urbe Dabas díjjal kitüntetett állatorvosunk életútját. Dr. Gábor Ferenc éppen 75 éve, 1948. március 10-én született Alsónémedin, s fiatal kora óta Dabason élt és dolgozott. Itt alapított családot, felesége Timotit Persida általános iskolai pedagógus volt, két leánygyermekük született. Gábor Ferenc doktor úr a térség ismert és elismert állatorvosa volt. 1974-ben vehette át állatorvosi diplomáját a Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen. Szakmai pályáját az apai állami gazdaságban kezdte meg, ahol rövid ideig dolgozott, majd Dabasra került a Fehérakác MGTS-hez. Az elmúlt több mint 4 évtizedben az állami állategészségügyi feladatellátást segítve is szolgálta a térség és Dabas lakosságát. Gábor doktor úr a térséget sújtó különböző állatjárványok idején fáradhatatlanul dolgozott, kiemelkedő szolgálatkészséggel vett részt a járványok leküzdésében. Mindig szem előtt tartotta a gazdák, az állattartók érdekeit. Példaértékű hivatástudata, önfeláldozása Dabas közkedvelt állatorvosává tette, akihez az emberek bizalommal fordulhattak, hiszen mindig mindenkinek igyekezett segíteni, sokszor erején felül is. Az utóbbi 40 évben az állatvásárok alkalmával is szolgálatot adott. Az ő munkája garantálta, hogy az állatvásárra bejutó jószágok állategészségügyi szempontból kifogástalanok legyenek a város lakossága és állataink védelme érdekében. Dr. Gábor Ferencet az MSZP polgármester jelöltként indította a 2002-es önkormányzati választáson. A szervezet dabasi listavezetőjeként 2002 és 2006 között önkormányzati képviselői tisztséget töltött be. A képviselőtestület pénzügyi és gazdálkodási, valamint a népjóléti és szociális bizottságának volt tagja. A dabasiakért végzett több évtizedes állatgyógyászi munkássága elismeréseként 2014-ben Dabas várossá válásának 25. évfordulóján Pro Urbe Dabas díjat vehetett át. Nyugdíjas kora ellenére is aktívan praktizált, korát meghazudtoló energikussággal segítette munkatársait, szolgálta a dabasiakat. Magas szintű szakmai munkájával hozzájárult a dabasi állatvásár megvalósításához. Egy éve, 2022. február 8-án váratlanul, tragikus hirtelenséggel tért meg teremtőjéhez. A néhány perc múlva leleplezendő szobor itt a 155 éves dabasi állatvásár bejáratánál méltó módon emlékezteti majd az utókort doktor úr múlhatatlan érdemeire. Most felkérem Kőszegi Zoltán polgármester urat, Gábor doktor úr leányait és az alkotó Gábor Emese szobrászművészt, valamint a felsődabasi városrész képviselőjét, Kosztolányi Gyulát, hogy leplezzék le Gábor Ferenc doktor úr mellszobrát. Büszkeséggel tölt el, hogy nem csak mi a családja őrizzük szívünkben, hanem elmondhatatlanul sok emberben, barátban, ismerősben él tovább az emléke. Egy egész város érzi hiányát és értékelte munkásságát. Ő olyan értékeket képviselt, amik példaértékűek lehetnek a jövő nemzedékeinek. A megbízhatóság, az alázat, a lelkiismeretesség és a precizitás. Itt állunk megrendülten, mert egy váratlan pillanat örökre magával ragadott téged. Nem voltunk felkészülve erre, bár tudtuk, hogy egyszer meg fog történni. Mégsem gondoltuk, hogy ez a pillanat már csak most lesz.
Sosincs olyan pillanat, ami megfelelő lenne az ilyen fajta elengedésre. Itt állunk és emlékezünk. Itt állunk és már nem látunk, nem tudunk érinteni téged. Elmentél egy olyan helyre, ahová emberi kéz már el nem érhet. Távol vagy, és ezt a távolságot minden pillanatban érezzük. Ez a távolság megszólítja, előhívja a régi emlékeket. A gyermekkort, azt az időt, mikor anyával velünk voltatok, gondoskodtatok rólunk, vigyáztatok ránk, megóvtatok minket. Emlékezünk a közösen eltöltött percekre, évekre, és mindeközben szívünk csordultig van szeretettel. Sosem felejtjük el, mikor édesanyánkkal együtt biztonságot nyújtó szülőként neveltétek húgomat és engem. Amikor édesanyánk elment, már csak hárman maradtunk. Te igyekeztél mindkét szerepben helytállni. Eddig együtt jártunk anyához a temetőbe, most pedig már hozzád is megyünk. A szülői házat te töltötted meg élményekkel, élettel, melegséggel, szeretettel és azzal az illattal, amit most is keresek. Ez a ház mára már elcsendesedett, a régi illatot sem találom benne. Üresek a kedvenc helyeid, bármára nézek. Nincs, akinek a bölcsességét, tapasztalatait megfogadhatnám, amiket régen mondtál nekem, és ami visszacseng most is a fülembe. Te mindig ott voltál, ha segítséget kértünk tőled. Hozzád mindig fordulhattunk, ha egy jó tanácsa volt szükségünk. Te örömmel igyekeztél mindannyiunkon segíteni. Ha bármi problémánk volt, te mindig azt mondtad, ne aggódjatok, lányok, megoldjuk. Ha hazaérek és belépek a szülői házba, az első gondolatom te vagy. Még mindig kereslek téged, de bárhová nézek, nem talállak. Most pedig már nem mesél senkinek, más hangulatúak a beszélgetések nélküled. Amikor elválásunknál mindig kérdezted, Diana, mikor látlak újra? Mindig nagyon vártam, hogy jöjjek haza hozzád, és részt vegyek az életedben. Sosem felejtem el, mikor a vásárba igyekeztél, mert neked időben ott kell lenned. Még most is hallom imádott kisopeled jellegzetes hangját, mikor bekanyarodtál az utcánkba. Emlékszem a karácsonyi készülődésre, és mikor a legutolsónál megkérdezted tőlem is, hogy mit szeretnék karácsonyra, én csak még több közös időre vágytam veled. Talán láttad, hogy felnőttünk, és hogy nyugodt szívvel a magunk útjára engedhetsz minket. Szakmád egyben a hivatásod, az életed volt, amit még az utolsó óráidban sem hanyagoltál el. Halálod előtti napon még összeírtad másnapi teendőidet. Az emberek bíztak benned, vártak rád. Volt, aki csak percek után fogta fel, hogy nem fogsz már menni többet. Számunkra a te jelenséged örök volt. Sosem tudtuk elképzelni, hogy ennek egyszer vége lehet. A magabiztosságod, a határozottságod rengeteg erőt és biztonságot adott. Tudtad, hogy az élet mulandó, s egyszer újra együtt leszel anyával. Életem végéig emlékezni fogok arra a napra, mikor utoljára megérintettünk, megsimogattunk, megöleltünk, és megpuszíltunk téged. Nagyon hálás vagyok, hogy kitartottál, és megvártál minket, hogy elbúcsúzhassunk tőled. Még utolsó perceidben is rád jellemzően bizonyítottad erőd, kitartásod és szereteted. Felfoghatatlan volt, hogy utolsó szívdobbanásait tanúi vagyunk. Elengedni annyi, mint megbízni a mindenségben, Istenben. Kezébe adni életünket feltétel nélkül, elvárások nélkül,
tudva, hogy úgyis az történik, ami elrendeltetett. Itt állunk igaz hittel a szívünkben, és próbáljuk elfogadni az elfogadhatatlant. Itt állunk gyermekeidként, és búcsúzunk tőled. Köszönünk mindent, az életet, amit adtál nekünk. Amikor ránézek testvéremre, anyát, és téged látlak benne, s mikor öcsédre, Zolira, mintha te néznél rám. Köszönöm, hogy az édesapám voltál, a példaképem, a gladiátorom. A köztünk lévő szeretet örökre összeköt minket. Az élet elmúlik, a szeretet örök, találkozunk majd a túlvilágon, vagy egy következő életben. Örökké szeretni fogunk, édesapánk. Én nem csak egy apát, egy szülőt veszítettem el, hanem az egyik legjobb barátomat, iránymutató, irányjelző, vezérlő csillagomat is. Az élet minden területén, ha bizonytalan voltam, a te markáns, határozott véleményed, sziklaszilárd és kérlelhetetlen értékrended mutatta az irányt, megvilágította a helyes utat. Most egy kicsit úgy érzem, hogy itt maradtam a sötétben. Elmondhatatlanul fognak hiányozni a közös kávézásaink, mi alatt a napi aktuális dolgokat megvitattuk, lecsófőzéseink, amiről te büszkén hangoztattad, hogy a te lecsód bármilyen főzőversenyen dobogós helyezetet érne el, beszélgetéseink az elnyúló műtétek során, mi alatt mindig tanítottál valami újat nekem, karácsonykor a halászlé főzéseink, melynek színét és ízét lelkesen finomítottad. Nosztalgiázásaink a múltról, mikor gyermekként az jelentette a legnagyobb boldogságot nekem, ha munkát közben elvittél magaddal, és vihettem az orvosi táskádat, vagy éppen felvehettem a hatalmas gumicsizmádat. Beszélgetéseink a jövőről, a megvalósításra váró terveidről, a munkád szeretetéről. Neked soha semmi nem volt lehetetlen. Mindig mindenre találtál megoldást, hogy elégedettek legyenek a környezetedben élők. Az életben annyi vidámságot, örömöt, támogatást és erőt adtál, hogy örökké hálás leszek érte. Folytogató az érzés, ha belegondolok, hogy soha többé nem látlak, és nem ölelhetlek téged. Soha többé nem köszönsz már be hozzám a gyógyszertárba két munkád között, nem vitatjuk már meg a napi dolgokat, nem lesznek már a másodperc tört részei alatt kialakuló parázsvitáink, nem sértődünk meg soha többet egymásra, és nem lesznek már túlcsorduló kibéküléseink, véres verítékkel megalkotott konszenzusaink. Nem jössz már szembe az úton az ezüst korzáddal, melynek indexlámpája villogott sokszor gyontól sáriig is akár. És nem lesz már, aki bármilyen későn is végez a munkájával, virágcsokorral álljon kopogtatva az ajtómban, hogy felköszöntsön születésnapomra, vagy éppen névnapomra. Véget érnek a tréfás monológok, a végtelen szónoklatok, a mesterien előadott történetek. Most már halványulnak a színek, elhalványul a dal, megszűnik a ritmus. A hiányod benne lesz már minden újabb ráncunkban, minden álomtalan éjszakánkban, minden vigasztalan napunkban, és minden gondterhelt sóhajtásunkban. És benne lesz a hiányod sűrűsödő őszhajszálainkban, bizonytalan lépéseinkben, rossz döntéseinkben, és örömtelen, jéghideg februári estékben. Próbálom ezt a mély, ősi, sűrűn szőtt, rettentő bánatot hálává alakítani a lelkemben, hálává és örömmé afelett, hogy megismerhettelek,
hogy kísérhettelek az utadon, hogy a megbonthatatlan szövetségesed lehettem, hogy tanulhattam tőled, és hogy tagja lehettem annak a csodálatos családnak, amelynek te voltál az egyik alappillére. De tudod, ez most még iszonyú nehezen megy, mert szívszorító, és folytogató az üresség, mert nagyon-nagyon hiányzol. De ha majd egyszer újra érezzük a lábunk alatt a talajt, akkor tudom, hogy ismét benne leszel te minden mosolyunkban, minden örömteli balatoni utunkban, a Balaton fenyveseinek suttogásában, a Balaton hullámainak morajlásában, és minden egyes szívdobbanásunkban. Addig is, amíg ez az áldott, hálás tudat megérkezik, én álmodom, és emlékezem a közös életünkre, a közösen eltöltött időre, és utolsó sóhajtásaid minden egyes percére. Köszönöm neked, hogy utolsó óráidban a kórházban megvártál minket, kitartottál, hogy Dinivel még ebben az életben elbúcsúzhassunk tőled. Közben reménykedem, hogy álmod, jól értelmezted, amit könnyes szemmel meséltél néhány nappal utolsó találkozásunk előtt. Azt mondtad, hogy álmodban anyával találkoztál. Egy rendezvényen voltatok, ahol anya hófehér ruhában jött el hozzád, és ugyanolyan szép volt, mint lánykorában. Gondtalanul, boldogan beszélgettetek. Aztán hirtelen felébredtél szívmelengető álmodból, és nem tudtál visszaaludni azon az éjszakán, mert annyira valóságosnak tűnt az egész. Másnap első utad hozzám vezetett, és mondtad elcsúkló hangon: Niki, ez az álom más volt, mint a többi. Szerintem anyátok el akar értem jönni, mert már nagyon hiányozhatok neki. Velem szeretne már lenni. Akkor még nem gondoltam, hogy a találkozásotok ilyen gyorsan bekövetkezik. De bízom benne, hogy már újra boldogok vagytok együtt, és továbbra is fentről vigyáztok ránk. A halált zárójelbe téve támogattok minket most is, és enyhítitek a búcsú fájdalmát. De addig is nélkületek tövises lesz az út a csillagokig. Ahogy Szent Pál írja, nekünk, az itt maradottaknak még töredékes a tudásunk, és homályos a látásunk. De remélem, te már elértél a tökéletességbe édesanyánkhoz, színről színre látsz, és mindent értesz. Csak arra kérlek, hogy bármerre is járj, néha, ha majd időd engedi, vesd vigyázó tekinteted a két árvára, akiket itt hagytál, és akik arra ítéltettek, hogy nélküled fejtsék tovább a rejtvényt, melyet életnek neveznek. Örökké szeretni fogunk, Isten veled, édesapám. És végül személyesen szeretném megköszönni azoknak az embereknek a kitartó munkáját, akiknek hálásak vagyunk, hogy ez a szobor most itt lehet és elkészült. A szobor megálmodójának, Kőszegi Zoltán polgármester úrnak, a szobor megalkotójának, Gábor Emese szobrászművésznek, dr. Erdélyi Zsoltnak a sok segítségéért, és akik aktívan részt vettek a terv megvalósításában és közreműködtek benne, az önkormányzat dolgozóinak, a vásártér fenntartójának, és mindenkinek, akik most itt megjelentek édesapánk emlékére. Köszönöm. Köszönjük a megható gondolatokat. A szobor alkotója, Gábor Emese, egy dabasi szoboravató alkalmával úgy vallott önmagáról, hogy ő lélekszobrász. Mert számára nem csak a pontos, élethű ábrázolás fontos,
hanem az is, hogy a szoborra megformázott személy lelkiségét, szellemiségét, kisugárzását is közvetítse. Most felkérem Gábor Emese szobrászművészt, hogy beszéljen a leleplezett alkotásról. Tisztelt ünneplő közönség! Először is meg szeretném köszönni Kőszegi Zoltán polgármester úrnak és Dabosváros önkormányzatának azt a felkérést, hogy ismét engem bíztak meg egy köztéri szobor megalkotásával, hiszen ez több mint megtisztelő felkérés volt. És ahogy robogtunk Dabas felé, már nem először, nem másodszor, sokadszor, századszor a mai nap olyan gondolatok kavarogtak a fejemben, hogy hogyan tudnám elmagyarázni azokat az érzéseket, amelyek a dr. Gábor Ferenc szobor készítése közben fogantak meg bennem, hiszen ő egy erőtér volt itt ebben a közösségben, ebben a városban, akár ezen a vásártéren is, és az embereknek a szívében, akikhez járt, akiknek gyógyította a jószágait, és ez az erőtér az ő halálával megszűnt. Ezt az erőteret, amikor valaki él, és köztünk van, akkor természetesnek vesszük, és érzékeljük. Viszont abban a pillanatban, amikor megszűnik, akkor a hiány marad a helyén. És ezért van az, hogy most ilyen sokan itt vagyunk, hiszen biztos, hogy nagyon sokan szerették. Én a sok történetből, amit meséltek róla, és folyamatosan olvastam és hallottam, abból megpróbáltam megismerni, amennyire ismeretlenül meg lehet valakit ismerni, az ő személyiségét. Na most azzal, hogy megszűnt ez az erőtér, és keletkezett ez az űr, hogyan tudja egy szobor, egy valójában azt mondanánk, hogy egy tárgy visszaadni ezt a hiányt, hogyan tudná pótolni? Hát úgy, hogy a matéria, mint tárgy, az önmagában nem létezik, amikor egy portrészobor vagy egy lélekszoborról beszélünk, hanem az egészben az a lényeg, az egész szobrászatban, tehát most arról is szeretnék beszélni, hogy miért van értelme egy szobornak. Az önök szemében, az önök fejében mi fogan meg, amikor majd elmennek a szobor előtt? Akkor működik egy szobor. És csak ennek az egy dolognak van értelme, semmi más formai dolognak nincs értelme, hiszen amikor önök meglátják ezt a szobrot, és hogyha eszükbe jut róla az illető, akit ábrázol, akkor visszakapcsolódnak egy pillanatra is, de ahhoz az erőtérhez, ami őt körülvette. És azok az emlékek is feljönnek, ami vele kapcsolatos. És hogyha ez sikerül, akkor a szobor már nem, többé nem egy tárgy, hanem egy működő energia. Egy energiát megindító burok, amihez bárki kapcsolódhat, aki ismerte. És ebben a pillanatban így, ebben az értelemben van értelme a szobrászatomnak és a szobrászatnak, és ezek a gondolatok jártak a fejemben Budakeszitől Dabasig. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy sikerült ismeretlenül is visszaadnom doktor úrból azt, ami mindannyiuknak fontos. Köszönöm. Köszönjük Gábor Emese szobrászművész gondolatait. Végezetül pedig dr. Mráz István a régi gimnáziumi osztálytársak nevében mondja el gondolatait. Megkérem, hogy fáradjon ki Mráz István, nyugállományú vezérőrnagy. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelt és kedves családtagok, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim!
Én Gábor Ferencről, a gimnáziumi osztálytársak nevében, mint emberről akarok szólni. Mondandómat a vele folytatott beszélgetések alapozzák meg. Őszintén meg kell mondani, hogy ezen a szép pályán voltak kudarcok is, buktatók is, de azok általában silány irítségből, szakmai féltésből fakadtak. Bár ő kudarcként könyvelte el azt is, amikor munka közben nagyon megrúgta egy ló, annak fájdalmait sokáig viselte, illetve megharapták a kutyák, amiért mindig kérte a gazdákat, hogy nagyon fogják meg azokat. József Attila írta a Ne légy szeles versében, hogy dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. Gábor Ferenc munkáját ezek a gondolatok egész életében végigkísérték. Ferivel 62-ben ismerkedtünk meg Ócsán, az Ócsai gimnázium első osztályában. Ő szerény, szorgalmas, de öntudatos ember volt. Együtt küzdöttünk azért, hogy teljesítsük azokat a magas követelményeket, amelyet a gimnázium diktált. Ide, a környék falvaiból a 8 osztályt elvégzett legjobb tanulók érkeztek, illetve nyertek felvételit. Gábor Ferenc Alsó-Némediről érkezett. Ő már akkor tudta, hogy állatorvos akar lenni. Ezért céltudatosan tanult, készült azokra a tantárgyakra, amelyekből felvételiznie kellett. A gimnázium elvégzése után sikeresen felvételizett az Állatorvos Tudományi Egyetemre, és azt sikeresen el is végezte, mert ott még magasabb követelményeket kellett teljesíteni. Ezt követően Apajpusztán a lovak, majd Mánteleken a sertések szaporításával és gyógyításával foglalkozott. Feri itt megtanulta, hogy az állat a megszokott helyén mutatja ki legjobban fájdalmát, betegségét, annak tüneteit. Ő mondta, hogy megtanulta megismerni az állatok testbeszédét. Ezért jó diagnoszta és gyógyító lett. Eredményes munkája alapján elnyerte Dabason a körzeti állatorvosi posztot. Itt Dabason is használta azokat a tapasztalatokat, amiket a nagy állattartó gazdaságokban megismert, és nem létesített klinikát, állatorvosi klinikát, hanem ő járt ki a gazdákhoz, azok állataihoz. Ott az állatok nyitott könyv voltak számára. Nagyon, nagyon gyorsan sikereket ért el az állatok gyógyítása terén, hamar megismerték munkáját, sok helyre hívták, és ő késő estig dolgozott, ha kellett, hétvégi napokon is. Feri ezzel az apró, szorgalmas, eredményes munkával nagy és sikeres ember lett. Hogy nagy ember lett, bizonyítja, hogy még mindig hiányzik a munkája. Ha megkérdezem az állattartó ismerőseimet, hogy na és ki az állatorvosod? Mondják, hogy próbálkoztam ezzel is, azzal is, de egyik sem Gábor Ferenc doktor. Végezetül engedjék meg, hogy én is megköszönjem, és annak az embernek a munkáját, akiben a gondolat megszületett, hogy a szobor megalkotásra kerüljön.
Annak is, aki ezt az ötletet fölkarolta és szponzorálta, és a művészét, aki ezt a szobrot létrehozta. Azt hiszem, a szoborral teljesül, vagy kitolódik annak a mondásnak az időtartama, hogy addig élsz, amíg az utolsó ember is, aki meghalt, emlékezett rád. Köszönöm a figyelmet!